Bakony-Somló népművészeti találkozó nyitó napján az élőforrás alapfokú művészeti iskola tanévzáró gála estje került megrendezésre a Művelődési Ház színház termében, ahol a gyerekek a tanév során megszerzett tudásukat mutatták be az érdeklődők szórakoztatására. A rendezvény dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár nyitotta meg. A táncoslábú fióklányok és tanáraik Rábaközi, Moldvai, Somogyi, Sárközi, Kalotaszegi, Mezőségi, Bagi, Kalocsai táncokat vittek színpadra. És kedves szülők, rokonok, nagymamák, nagypapák, ismerősök, elkezdődik a műsor, az élőforrás alapfokú művészeti iskola tánccsoportjainak a műsora. Jelenleg is tudja, hogy mit beszél, csak még mi nem értjük. Ez a műsor tulajdonképpen egy évvégi záró vizsga, tehát nem is annyira gála műsor, én ezt így nem tudnám így gála műsornak hívni, mert hogy mondjam, nincs bennünk olyan képesség vagy szándék, hogy egy ilyen tanév alatt egy színházi minőségű gála műsort hozzunk létre. Sokkal inkább az a lényeg, hogy gyerekeket megtartsuk ebben a világban. És hát ugye ennek milyen látványbéli eredménye van, ezt majd itt láthatjuk a színpadon. Van, akinek jobb technikai képességei vannak, ő egy kicsit jobban táncol, látványosabban táncol, van, akinek a lelke sokkal szebb a többieknél, ő majd a lelkében fog virágozni. Az a lényeg, hogy mindenki meg tudja majd mutatni azt, hogy ebben az évben érdemes volt eljárni a néptáncot. És hát szeretnék mindjárt az elején köszönetet mondani a kollégáimnak, a rúgus társaknak és a szülőknek, meg azoknak a tanároknak, akik lehetővé tették, hogy a különböző intézmények telephelyein mi táncot taníthassunk. És hát gyerekek, nektek is, hogy eljártatok a táncpróbákat, járjatok ezután is, nagyon szívesen látunk benneteket. Akkor most következzenek sorjából bemutatók. Minden csoport egy kis táncoskát, kis etüdöt fog bemutatni, illetve szóló táncok is lesznek, hiszen többen alkalmasak, képesek arra, hogy önállóan is bemutassák a tudásukat. Szeretném megköszönni vendégeinknek, hogy eljöttek, dr. Kovács Zoltánnak, térségünk országgyűlési képviselőjének. Ferenczi Gábor polgármester úrnak, feleségének, családjának, Bereszki Rólának, a járási hivatal vezetőjének, dr. Rédei Zsoltnak, külön is egyesületünk támogatója, barátunk, jogászunk, és természetesen mindenkinek. Sok segítséget, mert hogy mindenkitől segítséget kapunk. Reméljük is, de reméljük nem elég önmagában. Nagyon-nagyon sok a barátunk, sok a segítünk. És most megkérem dr. Kovács Zoltán képviselőt, hogy néhány szóba köszöntsen önöket és titeket. Köszönöm szépen a címbének és mindenkinek a meghívást. Mindig szívesen jövök az ilyen néptánc estekre, de ez még annál is több, hogy csak önmagában egy színpadi produkciót vagy többet látunk, hiszen a mi gyerekeinkről van szó. Mintegy 230 fiatal mutatja be a tudását itt Devecselben és Jánosházán. Több etüdöt lehet látni, ahogy az imént elhangzott. És miért fontos ez? Fontos a szülők számára, fontos a fiatalok számára, fontos az ide látogató közönség számára. Azért, mert olyat látnak, amit ma egyre ritkábban látunk az országban. Őrizzük azt a hagyományt, amit néptáncnak hívunk. És valahol ez egy picit életmód is. Fontos azért, mert a mi gyerekeink táncklubba járnak, pedagógusok közé, jót tanulnak, közösségben vannak, és nem egyéb hívságos dolgokkal töltik az időt. Ez a tánc közben még se lehet húzkodni a telefon memóriáját. Tánc közben mégsem lehet hozzányúlni nagyon rossz dolgokhoz. Tánc közben meg lehet ismerni a másikat, adott esetben meg lehet szeretni a táncot, a zenét, a népdalt. Rá lehet jönni, hogy honnan származunk, hogy mi magyarok, mennyire fontos
a mi számunkra az, hogy mi magyarok vagyunk, és ilyen módon a mi magyar táncaink, akár szatmári, akár székelyföldi, akár lába közé, hogy innen a környékről is mondjak egy táncfajtát, ez mind-mind mi vagyunk, mi magyarok, és a mi gyerekeinkben ezt tudjuk örökíteni. Ezért köszönet és hála azoknak, akik ezt végzik és tanítják. Köszönet a szülőknek, akik elviszik a legkisebbeket, hiszen ők még nem önállóan mennek oda, hiszen 6 éves gyerekektől egészen a 16 évesig járnak ide táncolni, és ki tudja, mi rejtőzik bennük, ha hosszú éveken keresztül táncolnak, egyszer csak majd viszont látjuk a nagy, magas színpadokon őket egyszer, nem csak itthon a mi örömünkre, hanem az egész ország, vagy valaki a mélyköbbre viszi a nemzetközi közösség örömére. Én kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat, sok szép táncot lássanak, gyönyörködjenek a mi fiataljainkba. A fiataljainkban pedig kívánom azt, hogy legyenek álmaik a névtánccal kapcsolatban, célozzák meg a táncos jövőt, mert akkor egy jó közösségben, jó közegben jóra vihetik és sokra vihetik. Ehhez kívánok én sok sikert, jó szórakozást ezzel a mai ünnepséget, vagy gálát megnyitom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a beszédet, köszöntést, és most akkor kezdődik a műsor, a lebecseli gyerekek kezdik, és majd vége felé is ők fogják egyébként zárni, vagy hát ők még egyszer jelen lesznek majd a színpadon egy nagyobb kiadásban, de most először a picit kezdik, tehát az alsó tagozatos korosztály, mesterünk Török Sándor, és egy rádaközi táncot fognak bemutatni, és még elfelejtettem az előbb megemlíteni, hogy a mai estét és a holnapi nap nagy részét is az itt mellettem jobbra álló Galiba zenekar kíséri, ők is megjelenek egy tapsot. Thank you.
Balog Kitti, akik szintén Devecseri Általános Iskola tanulói. Kalocsai marsot fognak járni szólóban. Nagyon szépen én már látom.
Érkeznek a kártalanfai gyermekek, kérem, hogy készüljetek fel a színpadra. Egy moldvai táncot fognak bemutatni Béci bácsi kíséretében.
Következik egy kalocsai szóló, Kalocsai Marcel táncol, Szigeti Hedvig és Szalóki Veronika.
Most következik egy négyes szóló, ugyanis mind a két páros hasonló táncot fog járni, és azért úgy gondoljuk, hogy talán együtt is eljárhatják. Következik Gross Anna és Hajmási Barnabás, illetve Vér Vivien és Orsós Sándor. Mind a két város somogyi eszközös ugrós táncokat, kanász táncokat fog járni. Tehát egy jó kis dunántúli tánc jön, fogadjuk szeretettel.
Következik egy somogyi tánc, tehát Imre Rebeka a színpadon, ő járja ezt a szomogyi táncot. Thank you.
én ezt tapasztalt volna, hogy a Békés Csabai szólótán szersen, amikor ez a táncolt a kötelező, mondjuk Györgyfalva, tehát Falatosszeg mezőség határa kitelepülése, tehát ez a legényes táncolt a kötelező. Egy ilyen mennyiségű táncolt, ahogy eljártunk, hát a vége felé lila pacsirták röpködtek az ember szeme előtt erősen. Gábor jól bírja, még van fiatalos erőlendület, de nem könnyű feladat fizikailag sem. Most pedig akkor következik egy szép kalocsai tánc, a Demecseri nagyobbak, első tagozatos korosztály, Sanyi bácsi csapata, tehát Demecserből kalocsai táncokat fognak járni. Yeah.
produkció következik, egy szólótánc megint, utána tényleg van, jó? Tehát Balogh Mária és Bogdán István szerepelnek most. Az előbb említett fehérvári versenyen a legautentikusabb formájú, a legparasztik megformálású táncért külön díjat kaptak.
Gondolhatnák sokan, hogy ezek a lányok asztalterítőt hordanak a derekukon, de ez nem asztalterítő, hanem úgy hívják, hogy Katrinca, vagy Karincának is mondják, nem könnyű felkötni. Magukra tekerték annak idején, és aztán egy úgynevezett bernyóca, egy ilyen kötővel, mindegyik szőttes volt a Katrinc, és meg bernyóc is szőtt anyagból készít. Ezekkel aztán fel díszítették magukat az asszonyok mondvában, hogy Ivesben is ilyesmit voltak. Hát ezek a csávó emberek, tudjuk már, hogy a Moldva, ugye, az már a régi határokon kívül. Gyimes az meg pont az 1000 éves határok. Tényleg ez Gyimes és Moldvai csávók. No. Az utolsó gyermek műsorszám következik. Befejezésül az a csoport, akik kis csősze járnak össze, de egyébként nem kis csősziek, csak a Pikó Gábor, akik már ezelőtt láttak legényesezni. Többiek pedig a térségből, más településekről rendszeresen eljönnek kis csőszét gyakorolnak. Mostában nagyon sokat, általában hétfőn van próbáljuk, de mostában legtöbben szinte minden délután ott vannak nálunk, és már önállósították magukat, beteszik a pajtába a muzsikát, és maguktól táncolnak szinte. Most következik egy galgamenti tánc, az előbb szólóban már láttunk egy ilyen bagi táncot, most megint bagi településről következik egy csoportos tánc, a kiscsőszi csoportunk, fogadják őket szeretettel. Ez a zárószám a művészeti iskolás csoportoknak, és utána még szeretnénk valamivel meglepni mi is a közönséget, meg a gyerekeket, úgyhogy reméljük, hogy ők is bejönnek a nézőtérbe.
Köszönjük a gyerekek nevében is a kapcsolat, üljetek le, légy szíves a nézőtérre. És még invitáljuk be. Már a többiek van, hogy itt bent vannak. És akkor egy záró tánc következik most a tanárok. Lépnek majd a színpadra. Kedves kollégáim! Hogy? Gyertek, gyertek! Köszönjük még egyszer a figyelmet, és most pedig a tanárikar, és nem csak a tanárikar, hanem az Egyesület teljes érintetti köre, külső és első munkatársak barátok mindenki szépen a szeretettel, egy mezőségi tánc összeállítás következik most.